Szeretettel köszöntöm a nézőket, a gyülekezet tagjait, mindazokat, akik már a 8. vasárnapja együtt ülünk a televízió, illetőleg a felvevő készülék előtt. A 8. vasárnap, amióta karantén istentiszteletet tartunk, és ez az 8 hét nagyon sok kérdést vetett fel az emberekben. Kevesebb választ, több a kérdőjel továbbra is, mint a biztos igenek. De van egy jó hírem, hogy valami nem változott, és ez Isten maga, az ő szeretete és az ő igéje. Ma is azért vagyunk együtt, hogy Istennel közösségben legyünk, és ebben a nagyon is mozgó, bizonytalan világban egy biztos pontot, Isten igéjét megragadjuk, és engedjük hatni reánk. Ezért fogunk most imádkozni. Istenünk, ez a világ, amely oly furcsán viselkedik, ez a világ, amely egyre idegenebbé válik tőlünk, amikor régi megszokott életünket el kellett hagyjuk, és új módon kell éljünk. Mégis hálát adok azért, hogy van egy biztos pont, ami nem változott azóta sem, és ezután sem fog változni. Te magad, a te szereteted, a te ígéd, ezért kapaszkodunk most te beléd, ezért vagyunk itt, ezért vagyunk együtt, bár távol egymástól, de lélekben mégis közösségben, hogy megragadjuk a te szeretetedet, amellyel felénk fordulsz, hogy kegyelmedben bízva reménykedjünk a jövőben is, amely számunkra sötét homály, de te neked már napvilágnál is fényesebb és biztosabb. Benned bíztunk, Urunk, és benned bízunk ezután is, minden időkben. Jöjj most, kérünk, és nyisd meg szemünket, hogy meglássuk az igazságot, a te ígének üzenete jusson el szívünkbe. Amen. Ma istentiszteletünkön egy olvasmányt fogok felolvasni a Bibliából, Hóseás könyvének 7. fejezetéből a 8. versen kezdődő szakaszt. Egy kicsit rávezet minket arra, amiről szól majd az igénk is. A felcíme ennek az ige szakasznak az, hogy Izrael hiába bízik idegenekben. Amit ma fogunk hallani, az, amikor az ember hiába bízik önmagában, félig Istenben, félig magában, és van itt egy nagyon érdekes, különleges, majdhogy nem humoros hasonlat Hóseás könyvében, ezzel kezdődik, figyeljük meg, és aztán később többször visszatér még ez a gondolat. Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a félig sült pogácsa. Idegenek emésztik erejét, de észre sem veszi. Megőszült már, fehérlik a haja, de ő nem veszi észre. Izrael ellen saját bőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és mindezek ellenére sem keresték. Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak, de akármerre induljanak, kifeszítem a hálómat eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat. Megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem. Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön, keseregnek, hogy nincs gabona, nincsen most, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Megtérnek, de nem a felségeshez. Olyanok, mint a meglazult íj. Istennek más terve van az ő gyermekeivel, nem ilyen bizonytalan, félig sült pogácsa hívők, hanem olyanok, akik önmagukból is fényt tudnak adni, miután az örök fényt magukba szívták, továbbadják. Erről szól a következő énekünk is. Jézus azt akarja, hogy a nap sugáraként éljük ezen a földön. Thank you.
És most hallgassuk meg azt az ígét, amely folytatása a délelőtti gondolatoknak, a látásról, pontosabban egy vaknak látáshoz jutásáról szól ez a történet. A Márk evangéliumának 8. fejezetéből fogom olvasni a 22-től a 26. versi terjedő szakaszt. Azután Jézus Betszaidába méne, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpvén és kezeit rejátévén megkérdi őt, ha lát-e valamit. Az pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveti annak szemeire, és feltekintette vele. És megépüle, és látá messze és világosan mindent. És hazaküldé mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mond a faluban. Ezt a történetet hoztam most, hogy folytatólagosan a látásról és a szemünkkel, annak gyógyításával kapcsolatos délelőtti igék után, most lássunk egy valós bibliai történetet, egy olyan csodát, amelyet Jézus tett, és amely messiási csodának minősül, hiszen a zsidók gondolkodásában a vakok személynek megnyitása kizárólag a messiás csodatételi képességeiben található meg. Érdekes, hogy ez a történet egyedül Márknál található meg, ami ritkaság. Az üzenete, így fogalmaznám meg, fontos tisztán látni. Talán így értjük meg Pál apostolnak a mondását, hogy most még homályosan, mint egy tükör által látunk. Sajnos sokan még mindig homályosan és tükör által látnak a hitéletükben is. Pál szavai az örök élet világosságának, a végső idők megtapasztalásának képét hozza elénk, azt még nem látjuk, most még csak homályosan sejtjük. De a hitünkben nem lehet homályosan látni. Úgy, ahogyan hallottuk, hogy a meggyógyult ember messze és tisztán látott. Ez az a cél, amelyet mi emberek itt a Földön a hitünk tekintetében el kell érjük. Tisztán látni és messzire látni. A látás a valóság érzékelésének leginkább kifejlett módja. Úgy a testi, mint a szellemi látás. Nekünk, Bibliát olvasóknak természetes, hogy a látásról nem csak a fizikai látás, hanem a lelkünkkel vagy a lélekkel való látás gondolata is magától következik. Ha meg akarjuk érteni ezt a történetet, érdemes megnézni előtte, miről is volt szó. Délelőtt hallhattuk azt az igét, amikor Jézus, és kicsit meg is ismételem, a tanítványoknak szemrehányást tesz kérdésével, a szemükre való vonatkozó kérdéssel. Egymás között a tanakodtak a tanítványok mondván, hogy nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevévén ezt mondanékik, mit tanakodtak, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok ébe, és nem értitek é? Mégis kemény a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok é? És füleitek lévén nem hallotok é? És nem emlékeztek é? Nem emlékeztek a sok csodára, nem láttatok még annyi mindent, még mindig kételkedtek, még mindig kérdések vannak a szívetekben, mikor itt vagyok veletek, köztetek, amikor a hatalom, ami nekem adatot, most is működik. Jézus keserűen kérdezi tőlük, szemetek van és nem láttok. Igen, ez fizikailag is igaz lehet, szeme van, de nem lát valaki. De ennél szomorúbb talán, ha a lelki szemeivel nem lát. Az előzmények után maga a történet jön, tehát a gyógyítás, amikor a vak ember látáshoz jut, először félig, meddig aztán teljes látáshoz. És mintha ennek a valóságos életben körülírt képe lenne a következmény, tehát a felolvasott igény utáni szakasz, amikor azt látjuk és azt olvassuk, hogy Jézus elment az ő tanítványaival Cézári Filippi falvaiba, és útközben megkérdezte az ő tanítványait, mondvánéki, kinek mondanak engem az emberek? Hogyan látnak engem az emberek? Tehetnénk fel a kérdést ilyen formában is az mai igény alapján. Ők pedig így feleltek, Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek,
némelyek pedig egynek a proféták közül. És mondanék nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Vagyis ti hogyan láttok engem? Mennyire tisztán látjátok az én személyemet és az én szerepemet? Nos, Péter, amikor megnyitja a száját, azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. És ezzel el lehet mondani, hogy Péter már tisztán látott. A többi tanítvány, nem tudjuk ugyan mit gondoltak, de egyet képviseltek a körülöttük levő világot. Annak a gondolatait, annak a híreit, hogy Illés, vagy Bemerítő János, vagy valamelyik proféta az, aki velük jár. Hát így vagyunk tehát. Ilyen a féliglátás. Látjuk Jézus, tudjuk, hogy valami nagy ember, nagy tanító, nagy hatalmú, talán igaz, hogy a mennyből jött és a mennyben megy, de magát, Jézus úgy, mint Isten fiát, csak azok látják, akiknek a lelke tiszta, és ezért tisztán és messzire látnak az ő lelkükkel. Hogy mi mit látunk ma, az tény, hogy a világ ködösít. És az igazságot nagyon keveseknek adatik meg, hogy meglássák. Az igazságot mindig megpróbálják eltakarni, elfedni. Boldog az, aki meglátja az igazságot, így mondja Jézus kicsit később a tanítványainak, Lukács 10.23-ban, boldog szemek, amelyek látják azt, amit ti láttok. Vagyis lehet tisztán látni, és ez a tisztánlátás boldogságot is ad. Ráközelítve a történetünkre, látunk egy különlegességet, egy különleges esetet. Ilyen gyógyítást még sehol nem olvastunk, hogy két fázisban, vagy ha úgy tetszik, két szakaszban gyógyítson Jézus. Ő rátette a kezét, ha kellett a betegre, vagy csak szólt, és táv gyógyítással meggyógyította, vagy kihívta Lázárt a sírból, és feltámad. Itt most olyan furcsa, hogy Jézus két szakaszban gyógyítja meg ezt a vak embert. Mint látni fogjuk, ez nem Jézus gyengeségét hirdeti vagy mutatja be, hanem a mi szükségleteinknek megfelelő módon történik ez a gyógyítás. A videó, ahogy megjelenik a YouTube-on, mindig kap egy borítót, egy képet, ami az induláskor ott van. Ha még nem felejtettétek el, majd utána meg lehet nézni esetleg, egy olyan képet, egy díjnyertes fotót mutat be, amelynek a címe Hazafelé félúton. Azért tetszett meg ez nekem, mert ugyanazt ábrázolja, mint amiről szó van ebben a történetben. Vannak rajta fák, fény és emberek. Az ember, az a vakember, amikor először kérdezi Jézus, azt mondja, hogy látok embereket, mint valami fákat járni. Valami fény már jön a szemembe, de még nem tiszta a kép. Nos, éppen erről szeretnék szólni, erről a félig kész állapotról, erről a helyzetről, amikor majdnem lát, de mégsem. A fényképnek, a díjnyertes fényképnek a címe, a neve az, hogy Hazafelé félúton, és én alcímként a mai prédikációhoz ezt a címet adtam, Látás felé félúton. Mert mindenki elindul a maga bűnben született vak állapotából a tisztánlátás felé. Már aki elindul. De aki elindul, jaj neki, hogyha eljött a fél állapotig, félkész állapotig, a félig sült pogácsa állapotába, ahogy Hóseás mondta, mert azzal csak ennyit fog látni, az embereket is csak fáknak, nem élőlényeknek, nem szeretetreméltó isteni teremtményeknek, és ezzel a félig kész állapotával soha nem fog tisztán és messzire látni, és soha nem fogja megérteni azt, ami igazából az Istennek akarata. A bibliai időkben tehát, most már rátérve a történetre, nagyon sok vakkal, viszonylag sok vakkal találkozunk, a bibliai leírások, történetek bizonyságát adják ennek. Mondják a biblia kutatók, hogy abban az időben a hát ugye, száraz vidékről van szó, por, homok mindenhol, a szél, ami felkapta, az emberek szemébe csapta, és mivel nem volt olykor még víz sem, hogy kimossák, adott esetben begyulladt a szemük, és kötőhártya gyulladás kapta, gyógyszeres kezelés nem volt, orvos nem volt, és ha elhanyagolták, most a szem hamar begyulladt, és lassacskán, apránként, vagy talán hirtelen elveszítették a látásukat. Ilyenek voltak abban az esetben, abban az évben, abban a korban a vakok. Ezért lettek talán vakok olyan sokan.
De hadd fordítsam meg a dolgot, és egy kicsit hazafelé beszéljek, vagy a mikorunkhoz beszéljek. Pál apostol ugyan 2000 évvel ezelőtt írja a korintusiaknak, de ma is érvényes: ha nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította. Nem látják meg a Krisztusnak dicsőségét. Nem a homok, nem a por és nem a szél okozza a vakságot, hanem úgy olvassuk, hogy ennek a világnak az Istene megvakította az embereket. És ezért nem látnak tisztán, ezért nem látnak messzire, ezért csak homály van bennük, nem értik az Istent, az ő akaratát, nem értik az üdvösség csodáját, nem látják meg Krisztusnak dicsőségét, írja Pál apostol. Ma is van tehát bőven vakember, sokkal több, mint gondolnánk. Embertársaink, akiket sújt a testi, fizikai látás hiánya, megkapják mai társadalmunkban a támogatást, a segítséget, de mit kapnak azok, akik a lelkükben vakok, vagy csak félig látók? Jézus őket is meg akarja gyógyítani. Ma éppen nekik akar szólni Jézus, akik így félig meddig látnak, mint ez az ember, az első fázisban eljutnak bizonyos ismeretekig, de ez még kevés a szó szoros értelmében az üdvösséghez. A gyógyítás különlegessége tehát, ahogyan említettem, az, hogy két fázisban történt. Nos, erre fel, hogy kétszer kellett úgymond neki feszüljön Jézus, valaki így magyarázza, azt a képzetet keltheti némelyekben, hogy talán nem volt elég ereje, elég hatalma Jézusnak ahhoz, hogy egyből meggyógyítsa ezt az embert. Talán kétszer is neki kellett, próbálkozott, na mennyire hallottunk, mint az orvosok manapság. Jöjjön vissza két hét múlva, lássuk, mennyire hatott a gyógyszer, mennyire változott az állapota. Aztán jöjjön vissza még egyszer és még egyszer. Most Jézusnál ilyen nincs. Ha ő ezt a két szakaszt, vagy ezt a gyógyítást két szakaszra bontotta, annak oka volt. És ennek az okát én abban látom, hogy mi, akár késői, 2000 évvel későbbi olvasók, lássunk meg benne valamit, ami pontosan a mi állapotunkra, sokunk állapotára, vagy sokak állapotára igaz. Tisztázzuk tehát, Jézusnak nem volt szüksége a szakaszosságra. Mi kell meglássuk a saját állapotunkban? Mert köztes állapot volt a vakság és a látás között, az első érintés után. Látott, de nem tisztán. Halványan és homályosan. Ahogy mondtam, a világ ura, a világistene sokakat megvakít. De talán a hívő háttér, talán a hívő környezet, talán az önös elhatározás, hogy hát azért csak belenézek a Bibliába, elmegyek egy templomba, egy imaházba, egy lelki közösségbe, ezek alkalmasak arra, hogy valamennyire megnyissák az emberek szemét. Úgy, ahogyan a történetünk szerint az első fázisba jutott az egykori vakember. Már látott valamit, már fény szűrődött be a szemén, és az embereket is látta, de még csak fáknak, akár azért, mert nem volt tisztán látása még, vagy akár, ahogy mondtam, mert még lelki értelemben nem látott tisztán, az emberek értékét nem tudta megadni. Ez az állapot, hogy valaki lát, de csak félig, nagyon-nagyon sokakra igaz. Már látnak valamit, de még boldogtalanok. Már van homályos elképzelésük arról, hogy mi a boldogság, de még nem érték el, ezért boldogtalanok. Megrekedt lelki állapotban vannak, mint a gyermek, amely nő egy darabig, aztán valamilyen belső hormonális vagy más zavar miatt nem nő, megáll a növekedésben. Megakadnak a gyermeki lelki állapotukban, inkább gyermeteg lelki állapotukban. Nem látnak tisztán a hit dolgaiban, ezért erőtlenek maradnak. Van fogalmuk, tudják mi az, hogy hit vagy hinni, tudják, hogy mi az, amit a Biblia tanít, de igazából nem jutnak el arra, hogy a hitet meg is éljék. Ezért életükben, dolgaikban erőtlenek. Ezért csak bukdácsolnak a hitükben. Ezért könnyű őket félrevezetni. Ezért könnyen megpróbálják a rossz indulatú szellemi vezérek kihasználni ezt a féliglátást, ezt a félig homályos állapotot, lelki állapotot.
Nem lehet őket formálni sem, mert az ilyen ember még nem tud engedelmeskedni. Nem jutott el odáig abba a fázisba, hogy mint az agyag puhaságával formálható legyen, hanem már megkeményedett, vagy még kemény az ő szíve, ezért Isten nem tudja őket formálni, alakítani. Félhitűek, félig látnak csak. Látnak, de nem tisztán. És el kell mondanom, hogy ez nem csak a mondjuk teljesen kívülállókra, a kereszténység partján állókra szól, hanem a hívőkre is. Akik magukat hívőnek tartják, akik már élték valamilyen módon, vagy élik valamilyen módon a hitüket, a kereszténységüket. Ott is vannak féliglátók. Ott is vannak, akik érzik, hogy megrekedtek, és nem haladnak tovább. 5 éve, 10 éve, vagy 30 éve járnak már egy közösségbe, de semmivel sem több az ő állapotuk, mint az elején volt. Sőt, talán az elején lelkesebbek voltak, lendületesebbek, szolgálatra készek, odaadóak, szenvedélyesek. Aztán ez lassan kihunyt, kialudt. A vakság vagy a féliglátás ereje, erőt vett rajtuk. Homályosan látják az ilyen emberek, hogy nem jó így. Hallják is, a prédikációk erről szólnak. Az ígét, ha mégis olvassák, ezt hirdeti, nem jó így ez a félig kész, félig sült pogácsa állapot. De nem tudnak tovább menni, nem tudnak tovább jutni. Már látnak annyit, hogy körülöttük emberek vannak. Már látnak annyit, hogy nem csak őértük van a világ, nem csak ők vannak a világ közepén. Vannak emberek körülöttük, tehát valamennyire már beleélik magukat a keresztény gondolkodásmódba. De még mindig csak annyiba veszik az embertársaikat, mint a fákat. A fákat meg lehet sérteni, a fákat meg lehet ki lehet vágni, a fákkal sok mindent megtehetünk, amit az emberekkel nem. De a félig sült pogácsa keresztjének azt hiszik, hogy az emberekkel, az atyafiaikkal, a fele barátaikkal azt tehetik, amit a fákon is. Az ilyen emberek nem jutnak egyről kettőre, nem tudnak segíteni magukon, és nem tudnak kiszabadulni az istentelenségük, vagy félig meddig hívő állapotuknak kalodájából. Egy olyan kényszerpályán mozognak, ami miatt kénytelenek vagy képtelenek megtenni azt, amiről tudják, hogy ez jó, ezt kellene. Félig sült pogácsák, félig látó, félig hívő emberek. Tudják, hogy mit kéne tenni, de nincs hozzá erejük. Nincs hozzá elég megfelelő elszántság. Tudják, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megoldás. Tudják, hogy kellene lépni, ahova Jézus mondta, hogy lépjenek előre. Elkötelezni magukat, elengedni azt, ami visszatart, egy új életet kezdeni. Félig készek már, hiszen évek vagy évtizedek óta járnak egy közösségbe. Ismerik pontosan és jól a hit élet menetét, de még csak félig látnak, mert ha egészen látnának, akkor megtennék az utolsó lépést is. Elengedni azt, ami visszahúz, és megfogni Jézus kezét, ahogy ez a vak is megfogta, és együtt mentek a gyógyulás végső fázisaig. Az ilyen emberek a Biblia igazságát elismerik. De mert félig látnak, ezt az igazságot nem tartják abszolút igazságnak. Vannak más igazságok is, a Biblia ezt mondja, más azt mondja. És ezért talán nem jutnak el sohasem odáig, amit a Biblia felhívásként mond, hogy aki hitre jutott, az bemerítkezve elérjen az üdvösség birtoklásának állapotába. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. Ez a Biblia abszolút igazsága. De aki csak félig lát, az nem tudja ezt az igazságot annyira komolyan venni, hogy meg is feleljen neki. Ahogy olvastuk, ahogy hallottuk Páltól, a világ ura, pillanatnyi ura elvakította őket. A hívő múltjuknak köszönhetően még látnak, vagy már látnak, de csak félig meddig. És hogy mi az oka ennek a féliglátásnak? Nos, a konkrét, a határozott döntés hiánya. Nem dőlt el a szívükben, hogy ezután másképp legyek. Nem dőlt el a szívükben, hogy az ének mondja, hogy előttem Krisztus, a világ pedig mögöttem. Megváltozott minden. Ezt a döntést hiányolják, vagy ez a döntés hiányzik azoknak az életéből, akik félig sült pogácsa keresztény életüket élik, valamennyire hívőként, de mégsem egészen,
nem elkötelezettem, de félig meddig, a világ felé kacsingatva és Istenre is nézve, ha baj van hozzászaladva, ha minden jól megy, akkor elengedve, nincs elkötelezettségük, nincs hovatartozási kényszerük, hogy így mondjam. Életük felén Jézus az Úr, a másik felén ők maguk. És ez egy tudathasadásos állapot. Én vagyok Napóleon. Kinevetjük az ilyet. De ezt mondja, hogy én vagyok én, és Jézus is egy kicsit bennem van, azt nem nevetjük ki, nem is nevetni kell, sajnálni kell, és imádkozni érte. Életük egyik felén Jézus az Úr, a másikon ő maguk is. Ezért nincs, aki vezesse őket. És az ilyen embernek nincs üdv bizonyossága. Ha megkérdezed az ilyen embertől, hogy most véget érne az életed, tudod-e, hogy hová kerülsz? Az ilyen ember csak legyint, csak hajtogatja, nem lehet azt tudni, meg majd megtudjuk, meg a Jóisten tudja, pedig ahogyan tudjuk, hogy férfival vagy nővé teremtett Isten, ugyanúgy kell tudjuk azt is, hogy van örök életem, vagy nincs, van üdvösségem, vagy nincs. Az ilyen emberekre mondja Jézus azt, hogy nem vagytok messze, nem vagy messze az Isten országától. Félig már bent vagy, mondhatni így is, de félig még kint. Félig látott a vak valami fényt, fákat, embereket, de még nem látott tisztán messzire. Ebből az állapotból megszabadulni csak úgy lehet, az ember felismeri és beismeri. Ez vagyok, ilyen vagyok, ennyi vagyok. És ezt megteszi valaki, akkor már tud előbbre lépni. A vak meggyógyult, messzire is tisztán látott. Ez a mi jövőnk is. Meggyógyulni, látni a múltat, a bűneinket, a jelent, a változás lehetőségét, és a jövőt, amely vár mindnyájunkra, akik hittel a keresztezőnk Jézus Krisztushoz, és odaadjuk az életünket ő neki. Hadd zárjam a gondolataimat azzal, amit megint csak Pál apostol írt az efézusiaknak, a levele első fejezet 18. versében. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Nyíljon meg a szemetek, világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy meglássátok az abszolút igazságot, az abszolút szeretetet, és engedelmeskedjetek neki. Amen. És most hallgassunk meg egy éneket, amelynek szövege éppen egy olyan boldog embernek a hangulatát és a szavait hozza, mint a bibliai történetből meggyógyult ember. Vak voltam, de most látok, mondja. Ez nékem oly csodás. Megszűnt az ősiátok. Ó, mi nagy változás. A sötét éj helyébe jött kedves napsugár, és a boldogító fénybe lelkem újongva. Thank you.
imádkozunk. Istenünk, figyelmeztetés szavad szólt ma is mindazoknak, akik elindultak azon az úton, amely feléd vezet, de megrekedtek, elakadtak, lelki szemei látásuk, lelki látásuk homályos maradt, nem látják tisztán a feladatukat, nincsenek elkötelezve irántad, nem akarják, vagy nem tudják megtenni, hogy akaratod legyen mindenek felett Úr az ő életükben. Könyörgöm, Uram, azért, hogy aki csak ilyen állapotban van, hallja meg, értse meg a hívó szót, és lépjen tovább, engedelmeskedve annak, aki olyan szeretettel hívja. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik nem láttok, akiknek félig meddig van megoldva az élete, hogy nálam nyugalmat találjatok. Áld meg, Uram, kérlek közösségünknek minden tagját, azokat is, akik még kívül vannak a Te országodon, de oly közel hozzá, hogy egy lépés és az üdvösség teljesen az övéké lehet. Az engedelmesség lépésére szánják el magukat, látasd meg velük, Uram, hogy hiányzik az életükből a teljesség, az engedelmesség, a krisztusi parancs betöltése. És add, hogy azok, akik már elkötelezettként járnak, élnek, de szívükben még csak félig van a hívőségnek igazi gyümölcse, hadd jussanak el oda, hogy a régi, talán kezdeti lendület újból visszajöjjön, a vágy, a szolgálatra való készség, az odaadás, az odaszánás, a teljes tűzzel való égés testüknek, egész lényüknek oltára tétele, hogy ne csak félig legyenek hívők, de egészen, hogy éljen ez a közösség, és a Te neved közöttünk is megdicsültessék. Amen. Záradékul még egy éneket hallgassunk meg, Héthani Pát Károlynak a feldolgozásában. Ugyancsak fényről, ugyancsak világosságról szól, amire olyan nagyon szükségünk van.